Vigyázz! Tomahawkkal tisztelek! Fekete Zoltán, bátaszéki református lelkész 2014 óta szervez cserkésztáborokat. A hagyomány szerint a program egy előtáborral, egyfajta portjával indul, felső tagozatos gyerekeknek, amely során 24 kilométer túráznak a résztvevők, és egy-két éjszakát az erdőben is töltenek. Hátizsákkal, sátorral, idén ponyvával elindultunk az erdőbe, és visszajöttünk ide. Hát most ez az esős időszakban volt éppen. Amikor Pécsváradnál leszálltunk a buszról, akkor nem sokkal utána esőt kaptunk, aztán azt még egy beállóba átvészeltük, de utána egy hatalmas esőt, úgyhogy a végig a túra az egy csuromvíz voltunk. Már aki nem vett esőkabátot, a cuccok átásztak, félelmetes volt maga ez a kaland, ez a kihívás, de mindenki tudta, hogy erről lesz szó, hogy bármi jöhet. És végül egy nagyon kedves dologba részesültünk, mi így hiszünk Isten által, hogy előkészít nekünk dolgokat, Isten előkészít nekünk dolgokat, és volt egy kulcsos ház, ahol befogadtak meleg sparhettal, fogadtak, ahol szárítkoztunk a ruháinkat, az esőbeállóba tudtunk éjszaka aludni, tehát fedett volt, vihar volt éjszaka, és akkor mentünk tovább másnap, és végül így a Szálkai tónál strandoltunk, és így onnan már autókkal érkeztünk vissza segítséggel. Ebben pont ez a kihívás, hogy nem tudjuk, hogy hol fogunk megszállni. Mi találunk egy olyan helyet, ami kellemes, sík, nem kell a zajnövényzetet takarítani, mert tele van mindenféle szúrós dologgal, amire nem lehet sátrat rakni, és így tovább. Szóval ezek ilyen, és az időjárásra együtt egy igazi kihívások. Ugye ez már többedik évecsárok, és mindig volt egy ilyen különlegesebb időpontja ennek, ami megpróbált bennünket. Fogd ide! A táborba visszatérve a hét második felében már csatlakozhattak a kisebbek is, a fennmaradó időben pedig kézműves foglalkozás és különböző a cserkészmódszerrel kapcsolatos ügyességi feladattal készültek a szervezők, amelyek mindig egy kerettörténetre épülnek. A következő programunk, hogy a fiatal harcosok erejének a fitoktatása most lesz, hogy mennyit fejlődtetek az elmúlt néhány nap alatt, hogy igazából, hogyha sápot tartsak, újra ránk támadnak, akkor legyen erőtök a küzdelemre, vagy ne legyetek bátortalanok a küzdelemhez. Mindig keretmesénk van, tehát van egy kerettörténet. Most idén az indián tábor, négy törzs, aki túlélte a sápatarcok támadását, csak az ifjabb nemzedék élte túl, elmentünk a bölényeink után, amit elhajtottak, és megérkeztünk, és most a kiképzés folyik. Ha még egyszer a sápatarcok megtámadnának minket, akkor felkészültek legyünk, és akkor ennek a keretmesében van minden program. Ugye este tábortűzzel zárunk, ott minden őrs, törzs, most jelen esetben törzs, kap egy kis feladatot, hogy elő kell adni egy bizonyos műfaj szerint egy jelenetet. Megvan a téma is adva, meg a műfaj is. És ez ilyen vicces, játékos keretben megy végig. Éneklős, elvonunk a gránitömb, ott van egy tűzrakóhelyünk. Dürvanger Ákos már harmadszorra jár a táborban. Itt van egy jó közösség, és hogy mivel, hogy itt rengeteg minden új dolgot tanulok, és hogy fejlődök túlélés szempontjából is. Mint például a szorító nyolcast, rengeteg félnek megkötni, mint csomókat meg, hogy kell túlélni. Voltam egy 24 kilométeres portján, legyalogoltuk jó nagy táskával, és hát rengeteg minden, de más tanulok, ami fontos. Hámozd meg a banán! Hámozd meg a banán! Hámozd meg a banán! Hámozd meg a banán! Igazából már gyerekkoromban is, vagy kicsi koromban is voltam táborokban, mert ugye apukám és anyukám is cserkész, és ezért már egészen ilyen 3 éves koromban is voltam már a táborban. Valamennyire így rendet, hogy meg kitartást, szerintem még, hát meg ilyen, hogy faragni, meg baltával bánni, meg fűrésszel, meg hogy mondjuk csomózni, hogy nagyjából ennyit. A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalok testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeinek fejlődését. A cserkészmódszer gyakorlatilag az, hogy gyakorlatban tanítunk dolgokat, ami a
a jobb élethez, teljesebb élethez való. Itt most egy példát mutatunk, hogy ma ugye egy tomahawkot csináltunk, például a fiúk, és itt alapvetően egy cserkész dolog, hogy két fát hogy lehet összekötözni, úgy, hogy az stabilan megálljon. Tehát ez egy, most éppen egy tomahawk, de ebből ugyanezzel a módszerrel lehet, ha kint táboroznánk, asztalt készíteni, vagy bármilyen tárgyat, vagy akár egy tornyot, amire föl lehet menni, egy táborkaput. Persze van lelki program is, ugye a cserkészet alapvetően egy keresztény mozgalom, ez a napban benne van, ebben az évben a református napi igét olvassuk, és annak kapcsán van egy ősi idő, amin beszélgetnek az ott föltett kérdésről. A népzene és a cserkészet nagyon jól összekapcsolódik, a népdalzsoltárokkal énekelünk például.